Ugyan nekem teljesen más képesítésem, de a színház a minden. Függöny! Álljunk meg! Hamar Imre vagyok, a színház új igazgatója. Úgyhogy majd egy pár dolog meg fog változni. Ez nem fair. Szalai, neked ígérte a pozíciót. Tehát az első dolgunk az lesz, hogy keresünk nekem egy irodát. Ez ugye a Romeo és Julia, ezt talán mindenki ismeri. Hó, jó atyám! Hol van Romeo? A vége pedig kivételesen legyen happy end, mert azzal többi egyet lehet eladni. Egy csókkal halott meg! Kettős öngyilkosság az végtelenül vicces szituáció. Ezek itt mind főállásban van? Nem, vannak részmunkaidősök is. Akkor azokat csillagozd már be nekem, légy szíves. Vagy tudod, mit inkább tegyek keresztet? Sajnálom. Jó, igen, de ez a színház érdekel. Kirúg minket? De sajnos. Ez a színház érdekel. Én veled is meg fogja tenni. Velem ugyan nem. Könyörgöm, Luca! Legalább 30 embert kirúgtál egyetlen napon. És hol van még a nap vége? Hát nem fogom hagyni, hogy hamar ezt egy hatalabban. Ettől annyira megválnék, hogyha tehetnék. Hát rúgja ki őt is, főnök. Ki akar csinálni téged? Lesznek tanú is. Én ezt nem hiszem el a Bálint. Ne vagy olyan vele, csak írja alá. Hippatikáros! Ami Shakespeare megtisztelését illeti. Ugyebár nem ő adja a fizetésedet, hanem én. Montague. Állarcban jött gúnyból a semmiházi, hogy meggyalánszta éjjé ünnepünk. Tényleg ez a vége? Hát, ha a vezetőség happy endet akar, akkor azt fog kapni.